A meccs első kosarát a hazaiak szerezték, de az újonc ezzel gyakorlatilag el is lőtte az összes puskaporát. Az első negyedet 14, a másodikat 17 ponttal nyerték a vendégek, így a folytatás már formalitás volt. A nyíregyházi csapatban pályára léphettek a máskor kevesebbet játszó fiatalok is, a siker egy pillanatig sem forgott veszélyben, az NKS egy hiány 100 pontot szerezve gyűjtötte be 5. győzelmét. A palánk alatt nem tudtak az Orsival mit kezdeni, Dia is akkor bontotta meg a védelmet, amikor éppen önök látta, a többiek pedig ezekből a kiosztásokból, leosztásokból szépen betaláltak. Második félidőben ugye a két Kúzsát és a Húsonot próbáltuk pihenteni, tehát a Diát és az Orsi nem igazán játszottuk. Itt már beállt egy 2-3-as zónába az ellenfél. Ugye a terem nagysága miatt is itt nagyon nehéz volt, mert szűkebb, kisebb teremben játszottunk, mint a szabály mellett. Nagyon nehéz volt a betöréseket végrehajtani, mert igencsak agresszívan, keményen léptek oda, és mivel meg volt már a kellő különbség a mérkőzésen, a játékvezetők is azért kicsikét engedékenyebbek voltak ezekkel a fautokkal, de szerintem ez arra jó volt, hogy játszottunk egy jó mérkőzés, mindenkinek erről lehetőséget tudtunk adni, és készülünk a következő heti mérkőzésünkre. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban vasárnap a Kecskemétet fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Tudjuk jó, ugye, hogy van két olyan játékosa, aki mérkőzésről mérkőzésre 30 pont körüli átlagra képes. Hát mindenféleképpen erre kell, hogy készüljünk. Ez a mérkőzés is már azt szolgálta. Tehát mondom, itt is beállhattunk volna egy zónában, ami sokkal nehezebbé tette volna az ellenfél dolgát. De ugye egyértelműen arra kell készülnünk, hogy az egy-egyen játékot valamilyen szinten a Kecskeméten is le kell, hogy védjük. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest áll, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező, szintén hibátlan nyíregyházi kosársulit. A Kecskemét 3 győzelemmel és 3 vereséggel az 5. a tabellán.